És mondta Jahu Elohim, ez egy mózes, ugye Beresít, második fejezet, és így szó. És mondta Jahu Elohim, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki egy segítő társat, egy hozzá illőt. <laughs> Oké, okay. szóval. A férfi már megvolt, ez a férfi, ez az ember nem más, mint Adám, ugye, ez, ez, ez maga Ádám azért ugye a neve Ádámnak a hiszen, hiszen a dám azt jelenti, hogy ember. Szóval nem jó az emberek egyedül, szerzek neki segítő társat hozzáillőt. A ami annyit tesz, ugye, hogy ember, emberiség, emberi faj közember szolganép, ez egyébként egy himnemű főnév, és ez Ádám volt, aki ekkor megvolt. És formált vala elohim a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve. Oké? Okay? Szóval. Amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve. Húsz és nevet ad az ember minden baromnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak, de az embernek hozzáélő segítő társat nem talált vala, azaz nem volt ezek köz segítő társa, miután elnevezte mindet. 23-as versre ugorjunk és mondja az ember, ez már csontomból való csonttestembe való test, ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Ádám volt az, aki elnevezte az élőlényeket, ugyanúgy, ahogy elnevezte a nőt. N nem azt akarom mondani, hogy a nő az egy állat. Nem erről van szó. Azt mondom, hogy sokkal inkább a, a lényeg, amit mindenkinek meg kellene értenie, az az, hogy ő volt az, aki nevet adott ezeknek az élőlényeknek. Kara ez a szó, ami ugye neveztessék, vagy név, ez annyi, hogy kiált, kiabál, hív, szólít, segítségért kiált, hirdet, ki hirdet, kinyilvánít, ki, ki kiált, bejelent. Ugye, vagy olvas hangosan. Szóval így hívja őket, így szólítja ezeket a, a lényeket, és asszony embernek ugye neveztette magát, havát, euh, és ez isá, ami nő, vagy egy nőnemű, bármi, de egyébként asszony, vagy feleség. Oké? Okay? Isa így nevezte Havát. Ez lett a neve. Szóval azt akartam ezzel mutatni, hogy Ádám volt az, aki elnevezte Havát is szóval ez mindenkinek egy, egy, segítséget kellene adni ennek, egy segítséget kellene adnia ahhoz, hogy megértse, hogy mi a hierarchia. Hogy menjem? Utoljára mondom el, és ezután nem fogom elmondani még egyszer. Ez van leírva. Ezt kell mindenkinek megértenie, és szerintem a legegyszerűbb az, hogyha megpróbálja mindenki, ki, Kivenni a fejéből azt, ami jelenleg benne van azzal a kapcsolatban, hogy kinek mi a funkciója ebben a, a rendszerben. Mi, mi az, amit mi úgy gondolunk, hogy a férfi-nő kapcsolat hogyan működik. És megpróbálunk megérteni azt, hogy hogyan alkotta meg ezt ja, a, a kezdet-kezdetén, és ho, hogy volt az, ahogy később szabályozta, és mi az, amit elfogadhatónak talált és mi az, amit nem. És azok az emberek, akik, akik értették ezt az egészet, akiket olvasunk, hogyan próbálták megértetni velünk, ugyanúgy, ahogy akkor azokkal az emberekkel, hogy, hogy hogyan hogy tudjuk ezt a kapcsolatot a lehető leg tenni saját magunk, magunknak. Nem úgy hasznosabbá, hogy, hanem olyan értelemben hasznosá, hogy, hogy, a legerősebbé ezt a kapcsolatot. És az csak úgy lehetséges, hogyha ha úgy viselkedünk, ahogyan azt a kezdetekben a Teremtő szerette volna, vagy akarta, hogy, hogy viselkedjünk. Annak okáért 24 elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testi, valának pedig mindkettő mezítenek az ember, és az ő felesége feleség is és az ember pedig Ádám és nem szégyenlik vala. Oké. Okay. Szóval, hogyha ezen túljutottunk, és, és még mindig hallgatják a jelenlevő nők, akkor ez egy nagyszerű dolog. A következő, ugye ez természetesen szerepel ez a, az elhogy a férfi az atyát és az anyját, és megpróbálom villámgyorsan megkeresni, hogy pontosan hol van, így kellett volna, hogy kiírjam, de nem így történt. É, talán Máti. Nem. Akkor még egy esélyt adok neki, talán Máti 5, de ez az utolsó. Oké, okay, meg lesz később, mindegy, de az biztos, hogy mindenki emlékszik szerintem arra, hogy hol található meg ez a Brit Hadzsásában, az Új Szövetségben, vagy a Megújult Szövetségben, és meg fogjuk nézni később. Haladunk szépen tovább, hogy mi az, ami kiderül, ez pedig Beresít 16-os fejezet, amikor szárai vagy. Sarai Ábrámnak Ad, 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 adja Hágárt. Szóval ez így szól. És Szárai az Ábrám felesége nem szülenek, neki, de vala neki egy Egyiptomból való szolgálója, kinek neve Hágár vala. Monda azért Szárai Ábrámnak, e ahol bezárolta az én méhemet, hogy ne szüljek, kérlek, menj be az én szolgálomhoz, talán azáltal megépülök, és engede Ábrám a szárai szavának. Vevé tehát szárai, Ábrám felesége az Egyiptombeli Hágárt, az ő szolgálóját, tíz esztendővel azután, hogy Ábrám a Kánán földén letelepedik, és adá azt Ábrámnak az ő férjének feleségül. És beméne Hágárhoz, és fogad a az ő méhében, ez pedig, amint látta, hogy terhes, nem vala becsülete az ő asszonyának ő előtte. Szóval láthatjuk azt is, hogy igazából ebből az egész történetből úgy tűnik, hogy Hágát meg se kérdezték hogy nagyon, hogy, hogy mi a helyzet. Hágár az a szolgálója volt Szárajnak, szóval végül is ő része volt a családnak, ugyanúgy, ahogy ahogy minden más családtag, csak volt egy hierarchia a családban, és ez az, amit itt láthatunk. Amit akartam ezzel kifejezni, mindjárt megnézzük a, a, szolgálót. Ez a szolgáló egyébként sifa fá, és szolgáló lány, cselédlány ágyas, átvitt értelemben alázatos megszólítási forma, még egy közé sem vagyok, én sorolható, ez pedig ugye ruth a másik fejezetében olvasható. Szóval ágyas vagy cselédlány nem olyan értelemben, ahogy a mi azt ma használnánk, mint ágyas, hanem olyan értelemben, hogy a Család részeként funkcionált, de a feleség alá volt rendelve. Amit ebből ki akartam hozni, az nem feltétlenül a több dolog, az, az ez egy egész más történet, az most itt nem is téma. Inkább azt akartam megmutatni, hogy másképp funkcionált a férfi és a nő akkor, mint ahogy ma. Ha, ha ebbe belegondol a szituációba, mindenki hogy, hogy ő vajon mit csinálna ebben a helyzetben, különösen a, a nők, akkor szerintem megérthető az, amit amit ezzel mondani akartam. Másképp gondolkodtak a férfülő kapcsolatról, mint ahogy mi ma gondolunk. gondolkodunk. Mindenki követte huát mindenki járt ezen az úton, mindenki igaz volt, ezért nem volt az az emberi fejekben az a káosz, ami a mi fejünkben van, hiszen mi próbálunk egy világi útról rátérni arra az útra, amit jahua kijelölt számunkra. Ők másként éltek, másként gondolkodtak erről a kapcsolatról. Ez azonban nem azt jelenti, hogy bármi is változott, hiszen mindenki tudja, Malakiás 3-6, én, Jahua, nem változom meg. Szóval, ha ő nem változik meg, akkor ezek a dolgok sem változnak meg. Oké. Okay. A következő, innen haladni fogunk tovább, ez 20-as 20 fejezet, és ez is Bárasít, vagy egy Múzes 20. Hmm. Ez egy érdekes történet, nézzük meg, szerintem ezt mindenki ismeri, csak elolvasom. És elköltözik onnan Ábrahám a déli tartományba, és letelepedik Kádes és Súr között tartózkodik Gerárban. Ezután mondta Ábrahám sáráról az ő feleségéről, én hugom ő, elküldte azért Abimélek Gerárnak királya, és elviteti sárát. Szóval ugye Ábrahám azt állítja, hogy sára huga, ami végül az igazság is, csak azt elfelejtette hozzátenni, hogy az ő felesége, ugye ez a szó felesége itt egyébként egyébként isá. És azt mondja, hogy ugye a, a hugom is ő, ez a szó hu, a hugom, ez lánytestvér nővér vagy hug, ez a hot, és ez vér szerinti rokon, vagy féltestvér, női rokon, azonos törzsből való nő. Szóval az azonos törzsből való nőt is így szólították, egy szeretett nő, mennyasszony, közelálló, stb. Szóval... De Elohim Abimélekhez jöve éjjeli álomban is mondta neki íme meg, ha az az asszonyért, az az asszony ismét csak Isá, ugye a feleség, akit elvettél, holott férnél van. Abimélek pedig nem illette vala őt, és mondta, Jahua, az ártatlan népet is megölödé, Azaz csak, még, csak ilyen egy mellékvágányon megjegyzem, hogy Abimélek is ismerte Jahuát tudta, ismerte a törvényeket, úgyhogy mindazok, akik azt mondják, hogy ártatlanul megölt egy csomó embert, egyértelmű volt, hogy például Abimélek is ismerte Jahuát, nem csak őt, hanem tudta a törvényt is, hiszen azt mondta, hogy megölöd az ártatlant, hiszen ő nem tudta. Ugye arról beszél itt, hogy ártatlanság, a szíve ártatlanságában cselekedett, hiszen nem tudta, hogy ez így van. És mondta neki Elohim, én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában művelted ezt, azért tartóztattalak én is, hogy ne védkezzél ellenem, mert nem engedtem, hogy illesd azt. Szóval, ő volt az, aki feltartóztatta őt, és még azt kiemelném, amit szerintem néhányan biztos elcsíptek ebből, hogy tartóztattalak én is, hogy ne védkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illesd azt. Szóval, azon túl, hogy hogy milyen a férfinő kapcsolat, láthatjuk, hogy ez az egész hatással van az Elohimmel való viszonyra is. Ezért mondta azt, hogy tartozhatok, hogy nevét védkezzél ellene. Most azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert proféta ő, és imádkozik te és hogyha pedig vissza nem adod, tudd meg, hogy ha az te és minden hozzá tartozott. Ezek után 14, amikor akkor Abimiel, ugye elmondta neki, hogy miért, hiszen félt attól, hogy nincsen. Ugye úgy fogalmaz, hogy Isten félelem, de egyébként tiszteletről beszél, Elohim iránti tiszteletről beszél Ábrahám, ezért mondta azt, hogy sára az ő testvére. Szóval még egyszer azt akarom ezzel többek között mondani, hogy. hogy ismerték Elohimet a többi népek is. Ismerniük kellett, hiszen mindenki noé származott, Noé pedig igaz volt Jahu előtt. Így meg kellett, hogy tanítsa a fiait, és azok aztán az ő fiaikat. Szóval, akkor Abimélek vett jókat, ökröket, szolgákat, szolgálókat, és ad Ábrahamnak is visszaad, de neki Sárát az ő feleségét. Ez Izsák elveszi Rebekát. Hogyha valaki szeretne látni egy igazi leánykérést, és hogy hogyan is kellene, hogy, 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 ez lezajlódjon ez a folyamat, akkor mindenképpen tanulmányozza azt, ahogy a kihozta Egyiptomból a népét, elvezette a sínai hegyig, és megkötötte velük a szerződést. Ez az a, az a tökéletes példa erre, hogy hogy zajlik egy házasság. A második azután ennek kell lennie. Ez Beresít 24, ahogyan Izsák és Rebeka összeházasodik. Úgyhogy ez egy hosszabb lélegzetvételű dolog lesz, de én szerintem mindenképpen megéri elolvasni, illetve végnézni, mert ha valakit érdekel, hogy hogyan kell megházasodni, akkor ez a mintája ennek a folyamatnak, de nem csak ennek a folyamatnak, hanem mindenki a végére meg fogja érteni a annak is, hogy mi hogyan, hogyan is működött a nő és a férfi státusza a... Ebben a, a kultúrában, és hogyha elfogadjuk azt, hogy Ábrahám, Izsák, Jákób és ez és a pátriárkák úgy éltek Jahuha törvénye szerint, és, és ha Ábrahám az ő barátja volt, akkor el kell fogadnunk azt, hogy ő bizony tudta azt, hogy hogyan működik ez a rendszer. Szóval így kezdődik, Ábrahám pedig vén élemedett vala, és Jahua mindenben megáldotta vala Ábrahámot. Mondja azért Ábrahám az ő háza legörögebb szolgájának, aki ő neki minden évben gazdag vala ugye meges, megesketi arra, hogy nem veszel feleséget az én fiamnak a kananeusok lányai közül. Szóval a, a, fiúnak nem is volt köze ahhoz, hogy ki az, akivel ő összeházasodott. Én értem azt, hogy később változgatott a helyzet, mert láttuk azt, hogy, hogy mi történt Dáviddal, Salamonnal és az összes többivel nyilván, de, de azt akarom ezzel csak bemutatni, hogy se a fiúnak, se a lánynak nem volt ahol, abba a beleszólás, hogy ki az, aki ez ők hozzámennek, vagy összeházasodnak. Hanem elmész az én házamba, az én rokonságaim közé, és onnan veszel feleséget a fiamnak, és átnak. Szóval, szóval ők döntik el, hogy ki az, akihez hozzámegy. Ki az, akivel összeházasodik. Nem úgy van, mint ma, hogy, hogy ki az, akivel éppen szerelmes, és akkor, vagy, vagy mennyi Julia Roberts filmet néz, és akkor az alapján, hogy, hogy mit gondol, hogy, hogy neki mégis ki a, a megfelelő, hanem tudják, hogy ki az igaz ember, felnevelik úgy az ő gyereküket, választanak egy olyat, akinek, aki egy igaz ember, úgy neveli fel a gyerekét, és összeházasnak, és tudja, hogy minden rendben lesz, hiszen mindenki igaz, és járja ezt az utat. Monda pedig a szolga, hogy Ugye, ez így lesz, mi van, nem akarjon, és stb. És ö, El fogunk ugrani a 15-ös vershez, és így szó. És Lőn, minek előtte elvégezte volna a beszédet, ugye elmondja az előzőkben, hogy ö, aki, aki el, az a lány, aki eljön és megítatja őt, meg a tevét, stb. Az az az. Minek előtt elvégezte volna a beszédet, íme jőval a Rebeka Bethuelnek lánya, aki Milchának, az Ábrahám testvérének, Náhor feleségének vala fia, és pedig vedérel a vállán. A leányzó pedig felette szép ábrázatúval a szűz, és férfi még nem ismeri őt, és aláméne a forrásra, és megtölt Vedrét és feljöve. Szóval ez Rebeka leírása. Úgy mint az a feleség, akit ő ideálisan tart Izsák számára. Ezek után ugye a szolga vizet kér a lány vizet ad neki, a tevének, mindenkinek, és következő pedig a huszas vers. És sietett és kivíti a vájúba, és ismét elfut a forrása meríteni, és merítte mind az ő tevének is. Megítatta az embert is, és a tevét. Az ember pedig ámélkodva néz vala reá, és vesztek hallgat vala, tudni akarván vajon szerencsési teszi-e Jahu az ő útját, vagy sem. És lőn, mikor a tevék már eleget ittak, elő, elé vőn az ember egy aranyfüggőt, aminek súlya félsiklus, két karperecet, aminek súlya tíz arany. És mondta, kinek a leánya vagy te? Ugye szerette volna, hogyha... Illetve ugye a cél az volt, hogy ahogyan Ábrahám megeskedte, hogy az ő leszármazottai közül legyen ez a lány, és akkor még ő nem tudta. Ezután elmondja neki, hogy ő ki, és megkérdezte, hogy ott tud-e aludni az atyánál. Szóval ekkor még nem volt az, mint ma, hogy, hogy a nők szabadon kószálnak, és meg hát a férfiak sem, ezek szerint van, ugye izsák sem, de a nők különösen nem, mert az is ki fog derülni, hogy igazából soha nem. Egészen a modern időkig a nő mindig is valakinek a, az irányítása alatt állt. Szóval van-e a te atyádnak házában hálásra való helyünk, ugye ez a kérdés? Ezután elmondja neki, hogy ki ő, mondta, hogy természetesen mehet, meghajtá az ember, és imádá Jahuát. És mondta, áldott Jahu az én uramnak Ábrahámnak hatalmassága, ki nem vonta meg az ő irgalmasságát és hűségét az én uramtól. Ugye elvezette ahhoz a lányhoz, akit ő keresett. Ez, eközben a lány elment, és elmondta az ő anyja házában, amik történtek. Az az ő nem kezdett el ott magyarázni, meg üzletelni, meg, meg döntéseket hozni, hanem elment haza, és elmondta, hogy mi a helyzet. Ekkor vala pedig Rebekának egy bátyja, kinek neve lábán, és kifut a modék lábán ahhoz az emberhez a forráshoz. Mert mikor látta a függőt és a perceket az ő hugának karjain, és hallotta hugának Rebekának beszélét, aki ezt mondta vala, így szól -e nekem az a férfiú, akkor mély neki a férfiúhoz, és íme ez ott áll a tevék mellett. Ugye itt láthattuk azt, hogy elővette az aranyfüggőt, aminek súlya félségül, a, a karperecet is odaadta Rebekának. Hogy lássák, hogy ez nem valami jött, ment, hanem el tudja tartani azt a lányt. Ez volt az egésznek a célja. Ekkor kijött az ő bátyja, Áh, testvér, fiú testvér, Ách, aki rokon, is lehet, vagy embertárs, de egyébként testvér, fi testvér, áh, Alef és Het. Alef, ugye a maga az ökörfej, az atya, vagy az erő, a Het pedig a kerítés, vagy pedig Kerítés lesz, és azt jelenti, hogy elválasztani, elkülöníteni, vagy védeni. Azaz a testvér, az annyit tesz, hogy az erő, amely védelmez, ugye az erő, az alef és a het, mint a kerítés. Szóval ez a testvér, a védelmező erő. Ő volt az, aki elment, hogy megnézze, hogy ki az az ember, aki az ő lánytestvérével testvérével szóbált. Szóval nem úgy volt, mint ma legalábbis uh, uh, úgy biztos, nem amire emlékszem a főiskoláról, de még úgy sem, mint ami általában zajlik a világban. Hanem Rebeka hazament, elmesélte, a bátyja kijött, hogy leellenőriző, hogy milyen, milyen fajta ez az ember? Ezt mondja. 31. Ah, Jöjj be, Elohimnek áldott emberem, mit állasz odakint, holott én elkészíthetem a házat, és a tevéknek is van hely. Egy pillanat. Tehát, ő volt az, aki elmondta az üzenetet, vagyis elhozta az üzenetet inkább a családtól. Ekkor ugye bement a férfiú, a szolgáló, és ugye mondta, hogy nem eszem, amíg el nem mondom a beszédemet, és ekkor ugye elmondta nekik, hogy, hogy megáldotta Ábrahámot, Jahua, és egy gazdag ember lett, Fia született, megeskedte arra, hogy hogy csak a családjából fog venni feleséget, hiszen azt akarta tudni, hogy egy igaz ember lesz az. És felteszi a kérdés, hogy hát, ha nem akarna velem, ez a leányzó eljön. Nem a, nem a lánynak mondta a vájúnál, hogy hé, mi lenne, ha, ha meginnánk egy kávét, vagy, vagy valami, hogy mi a helyzet, hogy hanem elment a családhoz, és azokkal megbeszélte, hogy... hogy... mi a helyzet? Engedélyt kért magyarul ahhoz, hogy egyáltalán eh, valami is létrejön azzal a lányjal kapcsolatban. Hiszen a lány a család hatósága vagy fennhatósága alatt áll. Úgy, ahogyan azt megalkotta Jahó a kezdetekben. Ezért nevezte el Ádám az összes élőlényt, és a feleségét mutatván az, azt, hogy mindenki az ő felhatósága alá tartozott, beleértve a feleségét, a nőt is. Nem azt jelenti, hogy úgy, mint egy kutya, akit pórázon hordoz, hanem meg, fog, meg, fogja látni mindenki a végére ennek az egésznek, hogy, hogy hogyan is működne ez, hogyha működne, de úgy semmiképp, ahogyan ma. Ezért ment el a családhoz, és nem egyezkedett Rebekával a vájunál, és Rebeka nem egyezkedett vele. Sőt, hazament és elmondta, hogy mi van. Szóval. Euh, ugye. Mondani, szóval mondani nekem. ja, ho, aki én szín előtt jártam, elbocsátja az ő angyalát te veled, és szerencsésé teszi a te utadat, hogy feleséget vers az én fiamnak, az én nemzetségem közül, és az én atyám házából. Ezt ugye Ábrahám mondta a szolgálónak. Csak akkor, lesz az eskü alól felmentve, ha elmegy az ő nemzetsége közé, és ha nem adják neki oda, ugye akkor lesz az eskü alól felmentve. Úgyhogy elmondja a történetet, hogy eljött ide, meg, meg megbeszélt el megbeszélte Jahuával, hogy hogyha, ha a lány ad neki, és a rendes lány, stb. Elmondja nekik a története, Megjelent Rebeka, és hogy milyen készséges volt. Ebből látta, hogy ez egy olyan lány, amilyenre gondolt Ábrahám. Nem azt nézte, hogy, 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 a, hogy milyen miniszoknyában van, vagy, vagy hogy mi, 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 hogy be van böngyörítve a haja. Hanem azt nézte, hogy, hogy milyen karaktere van annak a, az embernek, aki ott van. Nem arról volt szó, hogy Rebeka kijött oda teljes harci díszbe, mint hogyha, mint hogyha az, hogy az utolsó nap a földön, mint ahogy általában a nők, hanem arról volt kíváncsi, hogy milyen a karaktere annak a, annak lánynak. Ekkor adta neki a függőt és a pereceket a karjára. Utána elmondja, hogy megbeszélték, ugye, hogy mi a helyzet, hogy ki kicsoda, így megtudta, hogy, hogy, ráadásul egy rokon, szóval értette, hogy Jahua vezette el idáig őt. A 50-es vers így szól. És felele... szóval... 49. Most azért, ha szeretettel és hűséggel akartok lenni az én uramhoz, mondjátok meg, ha pedig nem, adjátok tudtomra, hogy én vagy jobbra, vagy balra forduljak. Azaz, mondjátok meg, hogy mi a helyzet. Elvéhetem ezt a lányt Izsáknak feleségül, vagy sem. Így, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó. Nem, nem kell azon izgulni, hogy ez ki ez az ember, mi, milyen, fajta forma, hogy egyáltalán hanyadik felesége lesz ez, vagy, vagy munkanélküli, vagy akármi. Elmondta a helyzetet, bemutatta, hogy ők el tudják tartani, hogy rokonok, hogy igaz ember, és megkérdezte a családtól, nem, még mindig nem Rebekáról van szó, hanem még mindig a családhoz beszél, a szülőkhöz beszél pontosabban, hogy odaadják neki, vagy nem mondják meg, hogy mi ezzel a helyzet. Felele, Lábán és Bethuel mondának, Jahuától van egy dolog, nem mondhatunk neked sem jót, sem rosszat. Szóval, ki az, aki mondta? Lábán és Bethuel, a szülők. Ímé e előtted van Rebeka, vegyed és menj el, legyen felesége a te urad fiának, amint Jahuá elvégezte. Még nem is találkozott Izsák, és Rebeka arról nem, nem, is beszélve, hogy semmi olyasmi nem történt, mint ami, ami manapság történik. De még nem is látták egymást. A szülők az egészet elrendezték, és ha valakinek, és ez Jahuától van ez a dolog, nyilván ők úgy éltek, mind a két csapat úgy élt, hiszen ismerték Jahuát, igaz emberek voltak, akkor mi probléma lehetne? Láthatjuk azt, hogy ha az ő módján, az ő útján járunk, és úgy cselekszünk, ahogyan ő azt akarja, akkor teljesen mindegy, hogy az emberek látták -e egymást, vagy nem, mennyi kávét ittak meg, vagy hány partnerem vannak túl. A lényeg az, hogy az úton jár, és ő mindent elintéz. És ez a, ez a házasság igen jól alakult, hogyha mindenki visszaemlékszik a történetre, Rebeka, és Izsák számára, hiszen uh, Izsák volt a kiválasztott uh, mag. Szóval így, így történt ez a menyegző dolog. Ekkor, amint hallja vala Ábrám szolgálózoknak beszédét, meghajtál magát a földig Jahua előtt, köszönetet mond Jahuának, és hozza elő a szolga ezüstedényeket, aranyedényeket, ruhákat és adá azokat Rebekának, drága ajándékokat adá az ő bátyjának és az ő anyjának. Bemutatván, hogy nem lesz probléma, mert ők el fogják tudni tartani ezt a lányukat, a családnak a lányát. Ezután Evének, azután és Ivának ő és a férfiak, akik ő vele valának és ott hálának, mikor pedig felkelének reggel, mondta, bocsássatok el engem az én uramhoz. Szóval, ugye Adon az én ura. Ugye tíz, tíz, napot még ki akartak harcolni, de mondta, hogy, hogy ne kések egyetek, hanem engedjetek el, hogy hagyj menjen visszafelé Ábrahámhoz ezután az 57-es versben hívjuk elő a lányt, és kérjük meg őt. Szólíták az étrebekát, és mondanak nekik, akarsz-e elmenni a férfiúval, és mondta, elmegyek. Azaz ezután megkérdezték, hogy mi az, amit ő gondol erről az egészről, ő pedig, mint egy engedelmes gyermek, beleegyezett, hiszen tudta, hogy a ha beleegyeznek a szülei, akkor ezzel nem lehet probléma, hiszen mindenki az úton jár, mindenki igaz ember, akkor nyilván, és velük van Jahua, akkor mi probléma lehetne? Ha ők úgy látták, hogy jó, akkor ő minek akadékoskodjon meg variáljon? Elbocsáták azért Rebekát, az ő húgokat, az, az ő Dajkáját, és Ábrám szolgát, és az ő embereit. Ugye megáldották őt, és mennek Ábrahámhoz. 63-as versben kiméne Izsák este felé a mezőre, és felemeli szemét, és látta, hogy ímét tevék jönnek, azaz meglátja Rebekát és ezt a csapatot. Rebeka is felemeli a szemét, meglátta Izsákot, leszáll a tevéről. Mondta a szolgára, kicsoda az a férfi, aki mezőkön elünkbe jön? Szolga pedig mondja, az én uram ő, azaz az Izsák, akkor fogta a fátyolt és elfedezi magát. Rebeka. Nyilván. Ezután elmesélték neki a történetet. Ekkor a 67-es versben történt meg az, ahogyan ma kezdődnek a kapcsolatok. Izsák pedig bevivé Rebekát Sárának az ő anyjának sátorába. Elvevé Rebekát és lő neki feleségé szeretéjük, és őt, megvigasztalódik Izsák az ő anyja halála után. Ugye nyilván, hogy neki felesége lett és szereti őt, ez. Ö, ekkor az egész kapcsolat a házasság azzal lépett életbe, hogy a két ember ö, ö, akkor szexuális kapcsolat létesített először. Ekkor ezek után nem azzal kezdte, és azután kezdte egymást megismerni, hanem már minden le volt rendezve addigra, aminek le kellett zajlania, és utána történt meg az egész. 1 Mózes 25, és ez csak azt akartam megmutatni, hogy gyakorlatilag az elejétől a végéig a könyvnek, amikor házasságról van szó, arról van szó, hogy a férfi vesz magának egy feleséget. Ábrahám pedig ismét vőn magának feleséget, kinek neveket húra volt. Szóval ez az a rend, ahogyan ő ezt megalkotta. A férfi irányítja a kapcsolatot, és a nő a születésétől fogva, ha haláláig egy férfinak a felhatósága alá tartozik. Olyan értelemben, hogy a férfi irányítása alá tartozik. Ez egyébként egyértelmű lenne Saul leveleiből is, de gondoltam, hogy megmutatom, hogy a kezdet kezdetén hogy működött ez a dolog. Következő, ez Beresít 29, és az első vers. Jákob aztán lábára kelvén elméne a napkeletre lakók földére. Hmm ugye ez, amikor lábánnál szolgál Jákob, szerintem ez is egy nagyszerű példa arra, hogy hogyan zajlik egy házasság, ugye elmegy, megkeresi lábán tulajdonképpen, és ott szeretne oda megy dolgozni. Találkozik egy csapat emberrel, megkérdezi tőlük, hogy ismerik-e lábánt, a Nákor fiát, felénk ismerjük, Eztán mondta nekik, egészségben van és -e? azok egészségben van, és az ő lánya Rachel imholyő a juhokkal. És mondja a Jakob, még nagy, fenn van a nap, nincs ideje, hogy betereljék a marhát, itassátok meg a juhokat, és menjetek, legeltessetek. Ö, ezek után meg, találkozik rachel -le és és elbeszéli 12-es, elbeszéli Jákob Ráhelnek, hogy, hogy, ő az ő atyának rokona, és hogy Rebekának fia, ez pedig ismét csak elfuta, és elmondja az ő atyának. Azaz, valahogy a lányok mindig csak hazafutnak, és elmondják, hogy mi a helyzet, ekkor még nem fordítva van. De az, megy, elmondja, hogy ez van, nem kezd el ott bizniszelni, hogy mi van, hogy van, hanem megy haza, elmondja, hogy uh, itt van egy rokon, ezután uh, lábán ugye elérkezik, és hazaviszi, és akkor így, így uh, ugye elmondja a történetet, beszélgetnek, stb. Szóval azt mondja lábán 14, bizony én csontom, és testem vagy te, és nála lakik ugye egy hónapig, és mond a lábán Jákobnak, avagy ingyen szolgálja engem azért, hogy atyám fia vagy, mondd meg nekem, mi legyen a béret, szóval ott dolgozik, kívánhat egyet. Két lánya volt lábánnak, és Jákob ugye már ekkor, úgy érezte, hogy rá kell lesz az igazi. Szóval így válaszol, szolgálok téged, hét esztendeig de így rá a te kisebbik lányodért. Szóval ő nem viccelt, nem azt mondta, hogy. rá kellene, hogy így meg egy kávét, aztán annyi, hanem azt mondta lábának, hogy nekem ez hét évet megér. Hogy én szolgálok ezért a lányért. lábán persze után átverte, de a lényeg a lényeg, hogy, hogy ö, ismét látjuk azt, hogy ez egyáltalán nem úgy működött, mint ahogy ö, ma van. Sőt, Rákhet meg se kérdezték. Azt mondta, hogy jobb neked adnom őt, 19, hogy sem másnak adjam őt, maradj én nálam. Szolgáltált Jákob Rákhelé 7 esztendeig, és csak néhány napnak tetszik, az neki annyira szereti vala. Szóval, és én nem, nem azt mondom, hogy ha, sőt, hát ö, én egyáltalán nem itt azt akarom ezzel kifejezni, hogy én mindig is így éltem, hogy én ezt tudtam. Én csak azt akarom mondani, hogy, hogy a jövőre nézve így mindenkinek van fogalma arról, hogy mi a nő szerepe. Inkább ezt akarom kihozni belőle. Nekem se volt erről fogalmam se, abszolút nem is így éltem, de nem is vagyok nő. Szóval a lényeg most inkább az, hogy mindannyiunknak ahhoz a karakterhez kellene hasonlítani, amelyik a mi szerepkörünkben tűnik fel. A nőnek Rachel, a férfinak meg ugye Jákob, vagy Izsák és Rebeka, vagy Ábrám és Sára. Ezt, ezt akarom kifejezni. Mindenkinek azt kellene nézni, hogy hogyan tud abban a szerepben funkcionálni, amit Jahua rá szentelt. Nem, melyik, hogy tud úgy abban a szerepben funkcionálni, ahogy ő gondolja, vagy ahogy akarja, hanem úgy, ahogy elképzelte Jahua. Szóval Jákob így gondolkodott, neki hét év az nem volt sok azért, hogy szolgáljon azért a lánya. Néha már úgy gondoltam, hogy néhány hét is sok. Nem, hogy hét év. Szóval, következő, ha haladunk tovább, ugye mikor befejeződött a hét év, mondja, hogy ugye átveri lábán, és, és ekkor odaadja neki leát. aztán ugye ez kiderül Jákob számára, és ugye megmondja, hogy hogy van ez, hogy ugye ezt beszéltük meg, és akkor mondja lábán, hogy nem szokás a kisebbiket odaadják a nagyobbik elő. Szóval ez is egy utalás mindenki számára, hogy hogy működtek a dolgok, amikor működtek a dolgok. A, amikor, amikor, még így az elkölcs ugye létezett. Aztán, aztán azt mondja, hogy tőzs ki ennek a hetét, aztán amazt is neked adjuk a szolgálatért, melyen majd szolgálsz nálam még más hét esztendeig. És mit mondott Jákob? Azt mondta, hogy jó. No problémo. Még hét évet lehúzott Rákelért. Szóval Rákel valami más volt. Hogyha ez 14 év neki nem volt probléma. Ezután kapta meg ráhelt. És az ő szolgálóját Bélhát, szóval lett négy felesége effektíve, ugye később ez kiderül, hogy Zilpa, Lea, Rachel és Bilha mind Jákobnak volt az. Úgy a. Oké, okay, Rachel és Lea volt a felesége, Bilha és Zilpa voltak az ágyasai. Ágyas nem úgy, mint ma, mint ahogy az emberek gondolják, hogy mint amíg ma az emberek egymásnak ágyasai, hanem. Béha és Zilpanak nem volt örökség, ezért nem tudott feleség lenni, hiszen nem adott semmit hozzá az egész történethez. Ezért nem volt olyan státusz, amit mondjuk Rachelnek meg Leának, ezért nem volt feleség. De ugyanúgy része volt a családnak, és látjuk, hogy hogy egyébként a 12 törzs az ettől a négytől született. Ja, igen. Szóval Bilhának ugye lett a... Ugye ez, hogy feleségül adta ez így Sá, szóval Bilha lett a felesége azzal, hogy, hogy vele hát tulajdonképpen, hogy fizikálisan együtt voltak. Dán született Bilhától, aztán Naftali is született, és aztán, aztán, aztán megszületett a 12 törzsnek a 12 pátriárkája gyakorlatilag ettől a négy nőtől. Ezt csak azért akartam megmutatni, hogy lássuk, hogy, hogy Jákobnak is négy felesége volt, és ez igazából ne, sőt, nem, nem, az, hogy nem okozott problémát a családban, hogy úgy tűnt, hogy a nők akarták, hogy, hogy ő minden áron még több felesége legyen. Akkor ezek szerint a szolgáló és az, és a, az, az, úgymond urak közötti viszony az... Mármint olyan értem, ura, hogy szóval a, a a feleség, illetve az ő szolgálója között egy másfajta viszony volt, mint ahogy ma mi, 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 elképzeljük a két nő közti viszonyt. Hiszen ha, ha, Lea és Rachel bíztatta a szolgálóját, hogy, hogy, hogy azokkal háljon Jákob, mert az jó lesz nekik, hogyha az ő szolgálójuk, szolgálójától lesz gyereke, akkor valamiféle több, magasabb rendű kapcsolat kellett, hogy legyen a kettő között. Ne kívánta te fele barátodnak házát, Ne kívánod a fele barátodnak feleségét, szolgálját, szolgálját, ökrét, szamarát, semmit, ami a te felebarátodé. barátodé. Érthető? A ház, a szolgálóány, az ökör, a szamár és a feleség az mind a fele baráté. Az ő tulajdona. Hogyha ez sokkoló valaki számára. Én az abszolút megértem, de láthatja mindenki, hogy én ezt nem találom ki, hanem ez van ideírva. Ráadásul ez úgy kezdődik, ez a fejezet, hogy és szólá Elohi mindezeket az igéket mondá. Én, Jahua, vagyok a te hatalmasságod, aki kihoztalak téged Egyiptom földéről a szolgálat házába. Ne kívánd a te fele házát, feleségét, szolgáját, szolgáláját, ökrét, szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Nem úgy érti, hogy a te fele barátod, hogy a te felebarátod felesége, úgy érti, hogy a te felebarátod tulajdona. Ez az, amiről beszél. Hiszen a feleség a férj tulajdona volt. Mint ahogy jahol, szerint még ma is az. Ez ugye Deberim, 5 Mózes, szintén az úgynevezett 10 parancsolat, vagy a 10 Deberim. Itt a 21-es vers, és ne kívánt a te fele barátodnak feleségét, és ne állítsd te fele barátodnak házát, szántóföldét, szolgáját, szolgáját, ökrét, szamarát, semmit, ami a te fele Oké. Okay. Szóval, miután ezt tisztáztuk, Ez sem ott. Második Mózes. És... 21. Ez már most itt nyilván mások a, a viszonyok, hiszen... Hiszen... Igen, Benjamin a másik fia rá kellnek, úgyhogy csak eltaláltam az egyiket. Szóval ebben a, a fejezetben, illetve ebben a részben egy kicsit ugye más a helyzet, de, de a szituáció ugyanaz. Igazából Jahua, vagy mindazok az a bírák, a, a, királyok, az egész dolog itt azért zajlott férfiak között, azért nem olvasunk nőkről, mert így volt a rendszer. Így épült fel a rendszer, hogy a férfiak irányítottak, a nők pedig a férfi irányítása alatt működtek. Úgy, ahogyan azt láthattuk, Beresit második fejezetben nem talált Jahua neki megfelelő segítőtársat, ezért készített egyet neki a férfiból. Jahua a saját képmására teremtette az embert, és a férfinak és nőnek teremtett őket nyilván, de megvolt az a hierarchia, amit úgy tűnik, hogy már a Elfelejtettünk, és kialakult egyfajta káosz. És ez az, ami ma van. Szóval nézzük, hogy hogyan ír a rabszolgákról. Csak azért mondom, hogy persze rabszolga más a helyzet, de érdekes, ahogyan a nő helyzete alakul. Ha héber szolgát vásárolsz, bla bla bla, ha, ha szolgáljon, hetedikben pedig szabaduljon fel ingyen. Ha egyedül jött, egyedül megy el. Ha feleséges ember, menjen el vele a felesége. Még egyszer, most azt akarom megjegyezni, csak nekünk nem kell ezzel egyetérteni. Én sem gondolom, hogy. illetve nem az, hogy nem gondolom, hanem nehéz ennyi évtized programozás után úgy gondolkodni, hogy ez, amit most itt olvasni fogunk, ez helyes. A, a lényeg nem az, hogy én mit gondolok róla, vagy bárki, aki ezt hallgatja, mit gondol róla. Az teljesen teljesen jelentéktelen, hogy kinek mi a véleménye erről az egészről. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy nem számít egyáltalán. A lényeg az, hogy ezek azok a rendeletek, melyeket elejükbe kell terjesztened, és ez a 20-astól folytatódik sem volt 20-as, ami ugye a 10 parancsolat, ezt még mindig Jahu Elohim mondja Mózesnek, hogy ezek azok a dolgok, amelyeket meg kell értetned ezekkel az emberekkel. Ha egyedül jött, egyedül megy, ha feleséges volt, feleséggel megy. Ha az ő ura adott neki feleséget, kapaszkodja meg mindenki, és ez fiakat vagy leányokat szült neki, az asszony a gyermekeivel együtt legyen az ő uráé, ő pedig egyedül menjen el. Azaz, hogyha feleség nélkül jött szolgálatba, akkor egyedül fog elmenni a gyerekei és a felesége az úr, az adón tulajdona volt. A gazda, a tulajdonosnak a tulajdona lett, vagy volt. Ez ugye Héber szolga. Meg lehetett venni egy, egy embert, bizonyos összegér, és azért szolgált x ideig. Úgy, mint ahogy ma valaki felbére valakit. Gyakorlatilag. De ha a szolga azt mondaná, szeretem Adon Adont, vagy Adonait, az én feleségemet és a fiaimat, nem akarok felszabadulni, akkor vigye őt az ő ura, Adon, a bírák elé, ugye ekkor az ajtófélfel az a fülét egy szeggel, és örökké szolgálni fogja. A hetes vers, ha valaki az ő lányát szolgálóul adja el, ne úgy menjen el, mint a szolgák mennek. Ugye a szolgák itt arra gondol, hogy rabszolgák, vagy férfi szolgák. Ha, ha, nem tetszik az ő urának, hogy eljegyezze őt magának, akkor váltassa ki arra, hogy idegen népnek eladja, nincs hatalma, mivel hűtlen volt hozzá. Ha pedig a fiának jegyzi előtt, a lányok törvénye szerint cselekedjék vele, ha más vesz magának, ételét, ruházatát, házasságbeli igazát alább ne szállítsa, ha ezt a hármat nem cselekszik vele, akkor menjen el ingyen fizetés nélkül. Ó, uh, Oké. Okay. Szóval a lányt el lehetett adni ugyanúgy lánynak, vagy cselédnek, mint ahogyan egy ö, fiút. Akár el lehetett adni úgy is, mint ahol mint ö, házasságra. Vagy. Ö, mint ágyasnak. És akkor tudta az apa, hogy egy olyan helyre kerül a lány, ahol egy igaz ember él, olyan család, mint ahogy láthattuk, ahogy volt Ábrahám, Izsák családja esetében, ugye Izsákkal, illetve Jákobbal, ismeri a családot, annak az az ember úgy gondolta, hogy ő magához összesz a lányt, eladja neki, így a családnak is lesz pénze, hogy éljen, a lány is jó helyre kerül, és a kettő egy család lesz. Hiszen a férfi és a nő egy test lesz, így a szülei is egyek, szóval a család is egy. Ugye idegen népnek nem volt joga eladni, ugye ez héberekről volt szó, hiszen hűtlen volt hozzá, hogyha aztán azt mondja, hogy neki nem kell. Oké, ha elvesz valaki mást, ezek után, és ezt el akarja küldeni, akkor az ételt, ruházatot, házasságbeli igazát ö, meg kell, hogy adja neki különben, ö, ingyen megy el. 16. Ha valaki hajadon csábít el, aki nincs eljegyezve és vele hál, jegyajándéka jegyezze azt el magának feleségül, azaz el kell, hogy vegye, hogyha ha, ha, ha tóra szerint akar eljárni. Ez az eljegyezni, ez már hár, és a szó jelentése az, hogy kifizet megvásárol, vagy fizet, valami egy cserébe kap. Szóval a... pillanat, így talán látszik. Kifizet megvásárol, fizet a feleségét. A... Az embernek, a férfinak fizetnie kellett. A feleségért, hogy a feleségül akarta venni, ezért vitte a szolg az ajándékot Ábrahámtól, a, a, a ezért, ezért magyarázta el a, ezért szolgált Jákob, ráhelért és Leáért. Szóval nem lehetett csak úgy, hogy, hogy ahogy esik úgy puffan, búm, aztán majd lesz valami. Hanem volt egy rendszer, ami, ami ki volt nagyszerűen en találva. És ez a jegyajándék volt az, amiről itt beszél ha megnézzük a gesinius akkor megvásárol, vagy fizet. Így el kellett, hogy jegyezze azt a nőt, ha a hajadont vesz el. A hajadon az Betula, aki, ami szüzet jelent, mint hogy látja mindenki, még az apja házában és tekintéje alatt él. Hiszen a nő a születésétől fogva a haláláig egy férfi tekintéje alatt kellett, hogy éljen. Ez volt a rendszer. Rendben. Ha annak az atya nem akarja azt neki adni, annyi pénzt adjon, amennyi a hajadonok egy ajándéka. Hát itt azt írja, hogy nem erőszak, de hát ugye annyira nem kellett itt megerőszakolni, csak elcsábítani. A az elcsábít, hát megnézhetjük. Az az elcsábít, ez patah, és hát végülis annyit jelent, hogy kinyit, feltár, vagy kitár, kiszélesi tágasát ez, ami eléggé furán, hopá. Ja, amikor az ember kitátja a száját, ugye azt írja, hogy mikor valamilyen megbotránkozásban az ember szeme elkerekedik, ugye ez az, amiről beszél. A Gesinius másként írja le, de megmutatom, ha valakit esetleg érdekel. Ez a Gesinius, és ez azt mondja, hogy... Pillanat. Patá, ostoba, bamba, muja. Tulajdonképpen arról van szó, hogy, vala, hogy ugye elcsábítva, becsalogatva, az, hogy valakit becsap, erről beszél. De, vagy, vagy pedig rábeszél, vagy kábít, vagy szexuális célra közelít, elcsábít, meggyőz. Szóval, arról van szó, hogy a férfinak nem igaz a célja, olyan értem, igaz, amit Yahuah igaznak minősítene. És így együtt, egybe kell a két ember. Az apja dönti el még ekkor is, hogy egyébként, mint ahogy az kiderült, hogy az atya nem akarja neki, azt neki adni, akkor annyi pénzt adjon neki, amennyi a hajadónak ki egy ajándéka. Azt akartam kideríteni, hogy ki adja kinek a pénzt. Ja, akkor is megadja a pénzt. Ugye a Káldiból kiderül, hogy, hogy ha így is úgy is kifizeti egy ajándékot, csak esetleg nem adja oda neki a, a lányt. Ami végül is érthető is. Hmm. Bármond a Káldi azt írja, a katolikus egy kicsit másként fogalmaz. Aha, a Septuaginta is azt írja egyébként, mint amit a KD, hogy így is úgy is kompenzációt kell fizetnie az, az apának, ugye az apa, apa részére, de szóval nem ússza meg a fizetést, <laughs> így se, úgy se. Um... Hát most ezt nem, nem javaslom senkinek, hogy, 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 hogy térjen vissza oda, ahol, ahol, gondolom a legtöbben voltunk, hogy össze-vissza mindenkivel aludjon, aztán próbálja meg kifizetni és reménykedni abba, hogy hát az apa azt mondja, hogy nem. De ugye ez volt a, ez volt a rendtartás ebben az esetben. Rendben haladunk tovább, ez pedig már ugye a jól ismert a IKRA 18 lesz, ahol megint csak azért akartam megmutatni, hogy egyértelmű legyen mindenki számára. Ez ugye a rokonok közti házasságról szól, de igazából ami érdekes ebben az az, hogy a férfiakról nem, nem tesz említést. A te atyádnak szemér, mint te anyádnak szemér, mint felne fedd, a te anyád, ő felnefed az ő szemérmét. Én ez ez a végig a nőkről beszél. Te atyád feleségének szemérmét ne fed fel. Atyád lányának, vagy anyád lányának, lány szemérmét, a te fiad lányának, a te lányod lányának, a te atyád felesége lányának, atyád magzatja ő, mm, atyád lánytestvérének szemérmét, az anyád lánytestvérét, az atyád fiú testvérének szemérmét. ez az első, ahol fiú van szó, vagy fiúról szemérmét, Ja, bocsánat, a, a, az atyát fiú testvérének szemérmét felnefed, annak feleségéhez ne közelges a nagynél idő. A férfi szemérme a nő. Hmm, hogyha ez nem derült volna ki ebből. De ilyen értelemben beszél itt róla. A mennyednek a szemérmét felnefed. A mennyed szemérme az ugye a mennynek a saját szemérméről beszél. Ugye le is írja, te mennyednek szemérmét fel ne fed, a te fiadnak felesége ő, ne fed fel az ő szemérmét. Szóval amikor nőről beszél, a saját szemérméről beszél, és ezért írja itt le utána. Utána azonban ne írja a fiú testvéred feleségének szemérmét fel ne fed, a fiú testvérednek szemérme ő. Remélem érthető, amit mondani akartam. Ha a nőnek a szemérmét írja, ha a nő nem őnek a szemérmét írja, mint itt, akkor az a sajátja, a te menyednek a szemérmét felnefed, a te fiadnak felesége ő ne fed fel az ő szemérmét. Érthető? A nőnek a saját szemérméről van szó. Szóval a következőben elmagyarázza, hogy a te fiú testvéred feleségének szemérmét fel ne fed, A fiú testvéred feleségének szemérmét fel ne fed, azért, mert a te fiú testvérednek a szemérme az. A nő a férfinak a szemérme, hiszen a nő a férfi tekintéje alá tartozik. Valamely asszony lányának szemérmét, stb. Az ő fiának lányát, lányának lányát elneved, annak szemérmét felfedjed, mert vél rokonod, feleségül sem senkit az ő lány testvére mellé, azaz a testvéreket sem lehet feleségül venni. Szóval a cél az volt ezzel az egésszel, hogy megmutassam, hogy végig a nőről beszél. Arról nincs szó, hogy a férfi azt csinál, amit akar. Én a a ugyanúgy egy bűn, és Jehusa megmondta, sőt jelenése könyvbe is leírta, hogy a, 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 a paráznák nem kerülnek be a mennyek országába, számtalan szó leírta. Szóval a paráznaság sem elfogadott, úgyhogy teljesen mindegy. A lényeg azonban az, hogy a nő folyamatosan valakinek a tekintélye alatt állt, és egyértelmű kell, hogy legyen mindenki számára az, hogy a nő egyfajta védelem alatt állt. A nőnek egy fontos szerepe volt, amit ő betöltött, és ez nagyszerűen kiderül Waikra 18-as fejezetből szerintem. Szóval még egyszer nem azt mondom, hogy a férfi bármit megtehetett, mert ez egyáltalán nem így van. A lényeg az, hogy a nő férfi tekintély alatt állt, és a nő egyfajta védelem alatt állt, amint azt láthatjuk. Ugye, megint csak, ha valaki más ember feleségével paráználkodik, mivel hogy az ő fele barátjának feleségével paráználkodott, halála lakoljon a parázna férfi és a parázna a nő. A nőnek ez a, ez a paráznaság egyébként naap, ami házasságtörésről beszél, ez nem olyan paráznaság, mint amire mi gondolunk ma. Úgy értve, hogy itt arról beszél, hogy házasságtörést követ el valaki. Sőt, konkrétan, vagy akár szellemi értelemben egyaránt spirituálisra gondol nyilván. Házasságtörésről van szó, és a Gesinius szintén ezt fogja mondani, mint ahogy azt is mondja, hiszen házasságtörésről beszél. Szóval, ha, val ha a nőnek férnél kell lennie, de erről már volt szó számtalan szóval a nőnek férnél kell lennie ahhoz, hogy házasságtörésről legyen szó. 11-es vers így szól. Ha valaki az ő atyának feleségével hál, az ő atyának szemérmét fedi fel, halállal lakoljanak mindketten vérük rajtuk. Ugye ez ismét csak megerősíti azt, amit a 18-as fejezetben olvastunk, hogy a férfi szemérmét, amikor a férfi szemérmét említi, vagy mezítelenségét, akkor annak a a feleségére gondol, vagy pedig az ágyasára ugyanúgy. Ugyanúgy elmondja 12-es, ha valaki az ő mennyével hál ha halállal lakoljanak, mindketten feltelmességet követtek el vérük rajta. Ha valaki férfi ha ugye ezt ismerjük. Szóval, uh, utána később van egy érdekes helyzet, ha valaki feleségül vesz valamely asszonyt, annak anyjával egyben, az fajtalankodás, és ezeket ugye tűzelégessék meg. Hmm. Valaki feleségül veszi lánytestvérét, az atyának lányát, anyjának lányát. Az is gyalázatosság, és a, az anyjának a lánytestvére, vagy az atyának a lánytestvérenek szemérmét se fedje fel. A nényéről van szó, ugye a nagybátyja. A fiútestvér felesége. Ugye ez később előjön, a fiútestvér felesége mindjárt meg is fogjuk nézni. Ha valaki elveszi a fiú feleségét, az vérfertőzés. Az ő fiú testvérnek szemérmét fette fel, magtalanok legyenek. Szóval, a, a, még egyszer, a férfi szemérve vagy mesztelensége az a nő. Ugye a szemérem itt, ez az era vah, ez szemérem, szemérem, nem is szerv, vagy mesztelenség, ruhátlanság. Folyamatosan, az, az, soha nem írja le, hogy a te anyád fiú testvéré, vagy a te anyád fiú testvérét, vagy a nagybátyádat ne neved, ni, ne, ne, nem szól. Arról nem szól, hogy a nő, a nőt nem figyelmezteti arra, hogy mit csinálhat, vagy mit ne csináljon. Egyértelmű volt számukra az, hogy uh, mi a rend. Jakanán uh, börtönbe került, ugye a probléma az volt, hogy János azt mondta Herodesnek, nem szabad neked a testvéred feleségével élned. Úgyhogy ö, látjuk azt, hogy amikor ezt mondta neki, hogy nem szabad a te testvéred feleségével élned, akkor arra utalt, amit itt olvastunk, hármózes... Igen, 21. Ha valaki elveszi az ő fiú testvérének feleségét, az vérfertőzés, az ő fiú testvérének személyemét fette fel, magtalanok legyenek. Ez a helyzet alakult ki itt ez volt a probléma, ezt, ezt, ezt mutatta meg Herodesnek, hukanon, hogy ez vérfertőzés. Ugye egy test lesz a kettő, szóval olyan a nő, mintha a férfinek a rokona lenne. Ezért mondja, hogy vérfertőzés. De megnézhetjük, hogy, hogy mire gondol, amikor azt mondja, hogy, hogy vérfertőzés. Enni dá, tisztátalanság, ugye a menstruációs tisztátalanság, bálványimádás, vagy pedig erkölcstelenség. Ugyanezt mondja a Gesinius, Gesinius szintén vérfertőzés. Szóval a tanulság, amit leszülhetünk még egyszer is utoljára az, hogy, hogy igazából a nő szemszögéből mutatja meg a, a helyzetet. A nő az, akit a, a törvények védenek tulajdonképpen, a férfitól. Olyan értelemben, hogy, Szabályozzák azt, hogy mi az, ami elfogadható viselkedés, és mi az, ami nem. A következő, ezt mindenki jól ismeri, és ezt nem is fogjuk elolvasni. Végig csak meg akarom mutatni, ez bár vagy 4 Mózes 5. Ezt már mindenkinek ismernie kellene. Ha valakinek a felesége elhajol, hűtlenné válik, és titokban marad a férj előtt, és nincs bizonyság ellene, akkor vagy féltékeny ez a férfi, ugye a féltékenység, ami kinná, és az felkerjed benne ez a ruach, akkor elviszi a a szent helyre, a papsághoz, és akkor felfedi a nő a fejét, utána elviszik az áldozatot, megisz a, 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 por, a port, illetve a szentet vizet, ami ott van, nekik összekeverik ezt, megiszza a nő, és akkor mindenki tudja, hogy ha, ha felduzzad a hasa, akkor, akkor elkövette ezt a dolgot, ha pedig nem, akkor meg nem. A, még annyit, hogy amikor 18-as versben azt mondja, hogy és állassa a pap az asszonyja a hú elé, és a fejét mesztenítse meg az asszonynak, szóval a nőnek be volt fedve a feje. Nem csak annak, aki... Nem csak annak, aki férnél volt, hanem mindenkinek, hiszen megmondta, hogy szüntelen imádkozzatok, és aztán Saul megmondta, hogy ha imádkozik, hogy profétál, akkor kösebb a fejét, úgyhogy ha szüntelen imádkozik, az szüntelen be kell, hogy legyen kötve a feje, ami itt be volt. Csak azt akartam ezzel bemutatni, hogy olyanról nincs szó, hogy a férfi, ugyanígy a nő elviszi a férfit a pap elé, hiszen itt házasságtörésről van szó ebben az esetben, a férfi pedig csak akkor tud házasságtörést elkövetni, hogyha a nő férnél van. Mindenki elolvashatja, ha akarja. Ez ugye 4 mózes, 5-ös 5, 5 fejezet a 30 os ennél azonban érdekesebb, ha már itt tartunk, és ez bár 30. Ugye fogadás, hogyan lehet tenni a Huánok? Ez a fogadás nem más, mint Neder, és ez eskü fogadalom, fogadalmi ajándék. Szóval, ha valaki úgy gondolja, hogy ő bármit is szeretne tenni a Huánok, ez még mindig működik, mind a mai napig, akkor csak ő egyszerűen egyszerűen elhatároz valamit, megbeszéli a huával, és aztán teljesíti azt. Ami érdekes számunkra ebből az egészből, az az, ami a hármas versben kezdődik. Ha pedig az asszony fogadás fogadja a huának, ez az asszony, ez... Ugye megnézzük, hogy mi, de valószínűleg isá, mint ahogy az, ugye ez egy feleség akiről szó van, de egyébként nem is, bocsánat, asszony ebben az esetben, ez ki fog derülni. Ha pedig az Isá fogadást fogadja, Huának köt, kötése kötelezi le magát, ez a kötés, ez, ez Isár, érdekes módon, a Sár, ugye Alef, Sameh és Res, mindjárt megnézzük, hogy ez mit jelent. Egy pillanat. Ugye az Alef azt mindenki tudja, hogy az erő vagy hatalom, Sameh az tüske, vagy egy kerítésvédelem, ehhez hasonló a res, pedig egy vezetés szintén, úgyhogy az erővédelme, a, mondjuk lehet gondolatok a res, szóval az a hatalom gondolatainak védelme, vagy kerítése lehet ez az, és sár, ehhez hasonló, szóval... Nézzük egy pillanat. Oké. Okay. Hogyha ha egy ilyen kötelezettségre szállja el magát az ő atyának házában, az ő fiatalságában. Oké, okay, értse meg mindenki, hogy miről beszél. A, azt mondja, hogyha a nő még az atya házában van, az ő fiatalságában, gyermekkor, fiatalkor, fi, fiatalság, ifjúság, ugye Neurém, és hallja az ő atya az ő fogadását, vagy az ő kötelezését, amelyen lekötelezte magát, és nem szól arra az ő atya, akkor megáll minden ő fogadása, és minden kötelezés is, amelyen lekötelezte magát, megálljon. Ha pedig megtiltja azt az ő apja, azon a napon, melyen hallotta, nem áll meg semmi fogadása és kötelezése, amelyen lekötelezte magát. Azaz a nő fogadását az apának jóvá kell hagynia. És csak akkor áll ez meg. Ha pedig férhez megy, és így terhelik őt az ő fogadásai, vagy ajkán kiszalasztott szava, melyen lekötelezte magát, és hallja az ő férje, és nem szól azon a napon, melyen hallotta, akkor megállnak az ő fogadásai és kötelezései, melyek legközelebb. Ha pedig azon a napon, amelyen hallja a férje, megtiltja azt, akkor erőtlenné teszi a fogadását, és nem lesz érvényes az ő kötelezése. Míg, hogyha jobban megnézzük, az elején azt mondja, hogy ha valamely férfi fogadás fogadja a vagy esküdtesz, hogy lekötelezze magát valami kötésre, meg az ő szavát, ami az ő száján kijött, egészen úgy cselekedjék, a férfi egész más eh, rendszerben működik, mint a nő. Attól függően, hogy kinek a tekintéje alatt van a nő, attól függ, hogy ki az, aki a végső szót kimondja és azt látjuk, hogy az nem a nő. Ezt gondolom elég egyértelmű mindenki számára. A következő az... Ez igen, 18-15 azt mondja, hogy a... A hegyeken nem eszik, és szemét nem emeli fel, és a házának a fele barátjának feleségét meg nem fertőzteti. Ugye, itt arról beszél, hogy hogy ki az, aki igaz. Hogy az, a, így, az, az ötös versben elmondja, hogy ha valaki igaz lesz, és a törvény szerint igazságot cselekszik. Ez az, amit itt felsorol azután. Szóval ezek mind-mind, amiket felsorol, ez mind-mind a bűnök. Azt akartam megmutatni, hogy ez egy, ez egy állandóan visszatérő probléma. Nyilvánvalóan azért mondja el annyiszor, hogy a felebarátjának feleségét az ember ne fertőztesse meg. De soha nem beszél arról, hogy a fele barátjának a férjét, vagy a fele barátnőjének a férjét ne fertőztesse meg valaki. Mindig a nő szempontjából vizsgálja a, a, ezt az egész szexuális kérdéskört, hiszen tisztában van azzal, amiről Kefa vagy Péter írt, hogy a nő a gyengébb, nem tudom, hogy fogalmaz magyarul, bocsánat, a gyengébb test, vagy a gyengébb edény. Ezért írja a nő sz szempontjából. Én nem azt akarom mondani, hogy a nő egy ö, alacsonyabb rendű életforma. Nekem is, de Teljesen mindegy, hogy mit mondok én. Ennyinek elégnek kell lenni mindenki számára, hogy megértse azt, hogy hogy, mi a, a, hogy, hogy mi, milyen módon szerepel a nő. De amit ebből ki akartam hozni, az az, hogy, hogy az nem egy. egy Hátrányos, vagy egy, egy rosszabb pozíció, amiben a nő van. Ez csak a mi számunkra furcsa, hogy nem az van, amihez mi hozzászoktunk. De azért nem az van, amihez mi hozzászoktunk, mert az ellenség mindig így operált. Ez, ez IK 22.11. Sőt, a 10-es nagyszerű szerintem. Itt ugye Izrael bűneiről ír már. És ö, ugye arról beszél, hogy te város, aki közepén vértontott, hogy eljöjjön ideje, bálványokat csinált magának önmaga megfertőztetésére, stb. 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 Tízesben pedig így szó, az atya szemérmét föltakarták benned. Most vizsgáltuk meg azt, hogy mit jelent a szemérem feltakarása. És láttuk, hogy a szemérem feltakarása az a feleségnek a... a felesége való szexuális kapcsolatot jelenti. Az, hogy az atya szemérme feltakartatik, az azt jelenti, hogy, hogy bábányok után járt Izrael vagy Jesrael, hiszen más Elohimek után járt, így spirituálisan házasságtörést követett el. Erről beszél. Utána azt mondja, hogy az egyik fele barátjának fele feleségével cselekedett útáltosságot, a másik a mennyét fertőztette, meg fajtalanságban, s aki a hugát, atyának lányát erőszakolta benned. Szóval, és spirituálistól áttért már arra is, hogy mi mindent követtek el ezek az emberek, a, a maga Izrael, hogy elhagyták őt. És, és folyamatosan előjönnek ugyanazok a problémák. A, a, a szexuális, ez a lazaság, a laza erkölcs, a parázdaság utálatosá teszi az embert jahó előtt. Tisztátalaná teszi, de nem csak őt, hanem a földet is megfertőzteti. Megfertőzi, bocsánat. Szóval... Egyértelmű szerintem az, Hogy... hogy, hogy a nő olyan szerepben van, ami amit védeni kell, és a törvények is e köré csoportosulnak. Most attól függetlenül, hogy a legtöbb nő nem érzi úgy, hogy őt meg kell védeni, de pontosan ez a probléma. Pontosan az a probléma, hogy nem érzi úgy, ezért úgy viselkedik, és ezért jut ide a. nem csak az ember maga, hanem az egész világ. Hiszen ez az, amit eltanul aztán az ember, eltanul a, a szülő, a gyerek, aztán annak a gyereke, és ez, ez öröklődik tovább. És ez a fajtalanság az, ami ahova jutott a világ. Persze a férfiak ugyanúgy megvan a szerepe ebben az egészben, hiszen a férfi kiengedte a kezéből az irányítást, vagy nem képes irányítani a saját családját, de, de a férfi az egy teljes szőnyeg bombázás alatt áll a társadalomban, míg a nő az egy más Szempontból állt támadás alatt. Ezt nem tudom, hogy ismeri -e bárki ezt a, ezt a történetet, de itt arról van szó, hogy amikor háború van, és, és, és valaki elvesz egy. Ja, bocsánat, ez még nem. A 14-es itt. Ez ismét csak azt akarom megmutatni, hogy, hogy azért a férfi nagyobb felelőssége volt abban az időben. Mint ahogy most is lenne, hogyha ha úgy funkcionálnánk, ahogyan azt, ő, azt Jahua előírta, de mindenki látja, hogy a férfinak nagyobb felelőssége volt, és euh, jobban is oda kellett figyelnie, hiszen 13-asban így, és Yahoo, te hatalmaságot kezedbe adja azt, ugye egy várost, akit megostromol, vág le abban minden férfi nem ült a fegyver élével. Úgyhogy a férfi, a nem, a nem nagyon tudott szórakozni, a férfi... Euh, ha nem jöttek össze a dolgok jól, akkor ő, elbúcsúzott a játéktól. Azonban az asszonyokat, a kisgyermekeket, a barmokat és mindazt, ami lesz a városban, az egész zsákmányolni valót magadnak prédájad, fogyaszd el a te ellenségétől való zsákmányt, akiket kezedbe ad neked, jahol te hatalmasságon. Szóval a nők, gyermekek, az élőlény, az állatok és mindenféle zsákmány az tulajdonképpen egy kategóriába ö, sorolandó. A nő más kategóriában volt, mint a férfi. És uh, el tudom képzelni, hogy ha ezt megnézi valaki, aki aki még nincs tisztában azzal, hogy mi történik ezen a csatornán, akkor uh, annak le kell ülnie. De ez van. Szóval nagyobb felelősség, ami a férfin volt, ugye ez a finemű, ez a kor, ez hímnemű, ugye ez a kár volt a, a férfinek és nőnek teremtette, az azt hiszem Zakar, ami mm, azt jelenti, hogy férfi. És ezzel a nagyobb felelősséggel ugye súlyosabb következmények is járnak a nő, viszont más kategória volt. Az asszony itt ugye ugyanaz az isá, ami mikor mondta az elején, hogy egy segítőt teremtek számodra. Oké. Okay. Mm. Következő, ez lesz a 21-es fejezet 10, ami ami valóban az lesz, amiről beszéltem, hogyha megosom egy várost, mikor 6-ban még ez ugye be Midbar, bocsánat, de 5-ös 21, mikor 6-ban még ellenségeid ellenkezedbe adja őket, hogy a hua, te hatalmasságod, és azok közül fogjukat ejtesz. És meglátsz a fogja egy szép ábrázatú asszonyt, te megszereted azt, úgyhogy elvennéd feleségül. Ugye a férfiakat már kixelték, a férfiakról már nincs szó. Itt már arról van szó, hogy meglát egy, egy szép ábrázatú asszonyt, ez is és feleségül szeretné venni a feleség is, Isá, Szóval itt feleségről van szó, egy olyan nőről, akit az ember feleségének szeretne beviszi a házába, megnyírja a fejét, lemeci a körmeit, 30 napig az, ö, ugye egy hónapig, de 30 napig egyébként, de nézzük meg a e Há, egy hónapot ír, bocsánat, egy hónapot ír a septoginta is, és ö, igen, egy teljes hónapot, így van, egy teljes hónapot, ö, ugye ő, síratja a szüleit, gyászol, ez után lesz a felesége, ami ugye a fizikális együttlétet jelenti, és az ő férje lesz az, akinek ő megtetszett. Ez a férj, ez Baal. Szóval, míg a feleség Isá, a férj az Baal, és nem Is. Ez az, aki uralkodik, hatalmat gyakorol, vagy birtokolja azt. Ugye a Baal és az Is mind a kettő férjet jelent, vagy urat, de valamennyivel másabb értelemben használja a bál, az úgy, mint egy, egy uralkodó, de igazából szerintem lehet, hogy az ember viselkedése az, ami eldönti, hogy ő egy bál vagy egy is. De ez egy másik kérdés. Ha pedig nem tetszik neked, bocsásd el őt az ő kívánsága szerint, de pénzért semmiképpen elne a dőt, ne hatalmaskodjál rajta, miután megrontott a dőt. Szóval a rendszer azért egyáltalán nem volt olyan embertelen, még akkor is, ha mai szemmel elég érdekesnek tűnik, de ha nem működik ez a dolog, akkor ingyen kell, hogy elengedje őt, és nem nincs fölötte hatalma. Ez a hatalom, amiről beszél, ez a már, ami annyit tesz, hogy itt ugye azt írja, hogy csak származék szavak képzéséhez használja. Pillanat. megnézzük. Aha, a már annyit jelent, hogy bőséges kiemelkedő, mondjuk az arab, zsarnokoskodni, vagy biztosan geszínőszt. Összek... Hoppá. Jó, inkább elmondom. Összek... Köt, alávet Igen, igen alávet. Szóval, na, hát nagyjából azt következtetik ki, hogy ez a hatalmaskodja annyit tesz, mint hogy alávetni. De a lényeg az, hogy ezután a férfinak nincs meg az a tekintély, mint ami meg. Nem úgy, nem úgy funkcionál a nő már, mint egy rabszolga. Szóval nem tudja azt, hogy megtenni, hogy elvesz feleségül, és utána ö, nem, nem jön be, és akkor funkcionál tovább, mint egy rabszolga. Így ne, ezt nem teheti meg. A másik az, hogy szerintem azt elfelejtik nagyon sokan, hogyha mondjuk ez. Mm, valaki ezen gondolkodik, hogy micsoda dolog ez az egész. A nő mit tudott volna csinálni abban az időben egyedül? Mikor az egész rendszer úgy volt felállítva, hogy a, a férfi. Do, ugye akkor fizikálisan dolgozni kell. Nem mondom azt, hogy nem tud dolgozni egy nő, de egy nő egyedül egy ilyen világban, ami akkor volt, egy nőnek szüksége volt arra, hogy legyen egy vezetője. Másrészt, ugye ez az egész rendszer úgy volt kitalálva, hogy ezek az emberek vagy férfiak igazak voltak. Igazak olyan értelemben, hogy járták az utat. Ha valaki az utat járja, attól nincs, nincs oka félni egy nőnek. Sőt, olyan ember kellene, hogy keresse minden nő, aki, olyan férfi, aki járja ezt az utat, hiszen arról tudja, hogy, hogy mi az, amiben belemegy. Hogyha az atya a másiák feje, ahogy ki fog derülni majd szerintem most már csak jövő héten, ha az atya a másiák feje, és a, a másik a férfi feje, a férfi a nő feje, akkor igazából nincs probléma, nem lehet probléma, hiszen mindenki úgy viszonyul a másikhoz, ahogyan föntről indul az az egész, hiszen az atya ugye a az az erős ház, és az erős ház azért erős, mert mindenki úgy funkcionál, ahogy annak a vezetője. De ezt a mai gondolkodással szerintem nehéz feldolgozni a legtöbb embernek, hiszen nem értheti, mivel nem ismeri ezt a rendszert. Mivel sose jutott el odáig, hogy ezeket a dolgokat megnézze és megértse. Ma csak az van, hogy mindenki egyenlő, és mindenkinek ugyanannyit számít a szava. Ha mindenkinek ugyanannyit számít a szava, akkor állandó vita van, mint ahogy az van ma. Nem lehet két vezető egy helyen. Az, 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 egy, az egy abszolút értelmetlen dolog. Valakinek meg kell határozni az irányt, és kettő nem határozhatja meg az irányt. Nem véletlen az, hogy az atya ezt így találta ki, és ez már a kertben is világosabb vált, hogyha a nő határozza meg az irányt, akkor az nem biztos, hogy a legjobb lesz. De másként is, hogy nyilván Ádám is hibázott. De haladjunk is tovább, mielőtt belebonyolódunk ebben nagyon. Mm. Következő az ö, 5 Mózes 22, és ez ugye 22-től 30-ig legalábbis én azt írtam fel, ö, 22. Oké, okay. ha rajta kapnak valamely férfit, hogy férjes asszonyja, hát, ők mindketten is meghajolnak a férfi, az asszony a hát, és az asszony is tiszt ki ki a gonoszt. Ez ugye ismerős ez a story, ez a másiákkal is megesett, mikor a, a, mondta a nőnek, hogy ne védkezz tovább, ugye a férfi nem volt ott, ezért nem kövesztik meg, de az a történet, ez a történet előjön a, a brit a megújult szövetségben is. Elő kell, hogy jöjjön egyébként, hiszen hiszen mindenki tudtára akarta adni, hogy mi az, amit Izrael cselekedett. Izrael volt a nő ebben a kapcsolatban, és, az, és ja, volt a férj, akit megcsalt. Azonban a nőnek ott adott egy lehetőséget, ugyanúgy, ahogy Izraelnek is adott, mint hogy mindannyiunknak ad egy, jelent egy lehetőséget. Következő az érdekes, ha a szűzlány van jegyben egy férfival, Oké, okay. nézzük meg a szűzlány, ez Betula, amit már megnéztünk a, a, az előbb. Betula, az szűz vagy szexuálisan érintetlen nőt jelent. Frissen házasodott fiatalasszony vagy szűz, átvitt értelemben ugye Izrael, de nőről van szó. Oké? Okay? Szóval, ha egy szűz jegyben van egy férfő, a rás, ami azt jelenti, hogy eljegyez, eljegyeztetik valakinek a jegyese a Gesinius szerintem ugyanezt fogja mondani, eljegyez, eljegyeztetik valaki, jegyben jár valakivel, oda van ígérve neki. Tulajdonképpen ugyanúgy funkcionál, mint egy feleség. És megtalálja azt valaki a városban, és vele hál, vigyék ki mindkettőjüket annak a városnak a kapu elé, és kövezzék meg őket kővel, hogy meghalljanak a lányt azért, mert nem kiáltott a városban, a férfi pedig azért, mert meggyalázta a felebarátjának feleségét. Isha. Így tisztíts ki a gonoszt Izraelbe. Szóval mindazok, akik azt gondolják, hogy már az új szövetség van, még nincs az új szövetség, most ebben az időszakban tartunk. Ugyanúgy funkcionál, mint egy feleség, de még nem volt meg a fizikális együtt, együttlét. Ezért mondja az, hogy jegyben jár, még nem keltek egybe fizikálisan, még nem, nem született meg a, az a lepel, amin ugye a, a jegy van, ami bizonyítja, hogy a lány szűz volt, és hogy ők egybe keltek, és nem volt meg az az ünnepség, ami egy együtt jár ezzel a... a lakodalom effektíve. Nem véletlenül csinálták a lakodalmat a régi öregek. Oké, okay, következő. De, hogyha a mezőn találja egy férfi jegyben járó lányt, ugyanez a rás, aki el van jegyezve, erőszakoskodik rajta, ez ugye szák, megerőszakolja gyakorlatilag és vele hát csak maga a férfi halljon meg, aki azzal hát, a lány pedig ne bánts, mert a lánynak nincsen halálos bűnevő, olyan ez a dolog, mint amikor valaki fele barátjára támad és agyonüti azt. Kiálthatott egy egyben járó lány, de nem volt olyan, aki meg... Nem, hogy hallottam olyat, hogy egy férfit megerőszakott volna egy nő. Pont ez a lényege az egész dolognak. A nő Azért írja Kefa, hogy a gyengébb edény, ezért alakult ki ez a rendszer így. Nem nem alakult ki, ezért alakította ki így Jahua, mert tudta, hogy ennek így kell működnie. A nő engedelmes és alázatos, az aztán a férfit arra fogja ö, serkenteni, hogy ő is engedelmes és alázatos legyen Jahusával. És később meg fogja érteni szerintem mindenki, vagy hát mindenki nem, de remélem, hogy nagyon sokan, hogy ö, hogy ez ez egy nagyszerű rendszer. Az egyik tanítja a másikat. A férfi tanítja a nőt, a nő viselkedése tanítja a férfit. Ezzel semmiféle probléma nincs, csak olyan távol áll tőlünk, hogy nehéz elképzelni. Szóval a lánynak nem volt ugye itt hibája, mert nem volt, aki megoltalmaz őt. Nyilván van néhány lány, aki meg tudja magát védeni, de azért a nagy többség az nem ebbe a kategóriába tartozik. Következő, ha valaki el nem jegyzett szűzlányjal találkozik, ez ugye, ha egyáltalán van ilyen, akkor, és megragadja azt is, velehál, és rajta kapják őket, a férfi, aki vele hál, adjon a lány atyának 50 ezüst siklust, a lány pedig legyen a feleségévé, ez a feleség pedig isá, mivel hogy meggyalázta azt, Anach meggyalázta, és tulajdonképpen foglalatoskodik valamivel, és nem bocsáthatja el teljes életében, ugye az rá ragadt végleg. Szóval ne vegye el senki az ő atyának feleségét, az atyát, atyának takaróját fel, ne, takarja ezt folyamatosan valamiért ezt a dolgot előhozza. elő hozza. Nyilván nem véletlen az, hogy a másiek is beszélt erről. De még egyszer vissza a 29-es verset, szól, a férfi, aki vele hát adjon a lány, szóval egy, gyakorlatilag volt egy ára annak a szűz lánynak, és az az, amit megfizet, és utána a felesége kellett, hogy legyen. Nem, nem, lehet, nem volt olyan, mint most, hogy, hogy, na mindegy, szóval ez, ez ami ma van, az, az, egy másik történet. És még egyszer mondom, nem, nem úgy olyan szempontból mondom, hogy ó, én sosem csináltam, hogy én kimaradtam ebből. Csak így most utólag megértve ezt az egészet, Elég bizarr. De a lényeg a lényeg, hogy a paráznaság sem, mert ugye ez paráznaság nem házasságtörés, ez egyértelmű, hiszen nem volt sem jegyben, sem nem volt házas, úgyhogy ez nem lehet házasságtörés. A paráznaság sem működőképes. Úgyhogy minden szabályozva van, és hogy valaki egyetért azzal, hogy 50 siklus az, az egy megfelelő ár egy, egy, lányért, vagy sem. A másik az, amit nem tudom, hogy lesz arra lehetőség, de ha valaki ismeri a Telegónia nevű jelenséget, akkor, akkor nagyszerű, ha nem, akkor érdemes utána nézni. Szóval a minden szexuális partner változásokat okoz a szervezetben. Különösen a nőknél. És ez az, amit kitalálta az atya ezt az egészet. Ugyanúgy, mint az, hogy beszélhetünk reggelig, hogy a disznó az jó, vagy nem, vagy megtisztítja, vagy megmossa, vagy finom, vagy nem finom. Tisztátalan, tisztátalan. Ugyanígy van ez is. Ha ő úgy találta ki, hogy egy legyen, akkor egy legyen neki, ne, ne, ne 5, 10, 160. És nem azért, nem csak azért mondja, mert spirituálisan, vagy erkölcsileg vagy az ember elméjével, vagy az ember szívével mit csinál ez az egész, hanem hogy lehet, hogy... Hogy úgy van kitalálva, hogy fizikálisan sem használ az embernek. Sőt, valószínű, hogy így van. Úgy találta ki, ezért mondja, hogy a Földben neves össze vissza mindenféle magokat. Hanem egyfajta legyen benne. A nő a föld, a mag pedig a férfi. Ne legyen benne annyi, amennyi épp arra jár, hogy ráje. Mert az nem jó annak a nőnek. Oké, okay, következő. Uh... 24, 1-től 5-ig lesz elválasz, level. Ha valaki asszonyt vesz magához, feleségévé teszi, feleség ugye ismét... ó, oh, Ez Baal... Igen, Baal. Szóval arról beszél, hogy ő lesz az úra tulajdonképpen, ezért mondja, hogy feleségévé teszi. Az asszony pedig is sá, szóval, hogyha valakinek tulajdonképpen feleségül vesz valakit és ha azután nem találja azt kedvére valónak, mivel hogy valami illetlenséget talál benne, illetlenség erre váh. ez személyrem ez paráznaságra utal szóval ugyanarról beszél, mint amit a másiák mond, ez ugye a személyrem gyalázat, meggyaláztatás, csupasság gyakorlatilag ö vagy nem volt érintetlen vagy pedig paráznaságot követett el, vagy házasság is és ír neki váló levelet kezébe adja azt annak, és elküldi a háztól. Szóval el akar válni, annak vállólevelet kell írnia neki, és úgy elvált. Kimegy az ő házába, elmegy más. Ezt ismeri mindenki a történetet. Ha már másé lesz, a, más, a másik férfi is elküldi, vagy meghal, nem mehet vissza az elsőhöz. Ez az egésznek tulajdonképpen a lényege. Ü Sőt, azt írja, hogy az első férje, aki elküldte őt, nem veheti őt másodszor is magához, hogy a feleségévé legyen, minek utána megfertőztetett a mé. Tisztátalannak lenni, vagy tisztátalanná válni. Mert útállatosság ez, Jahu előtt. toj bá. Förtelem, undor, utálat, írtózat. Azaz ő ezt nem tolerálja sőt nem az, hogy nem tolerálja, hogy ez utálatosság, te pedig ne tedd bűnössé a földet. A föld lesz bűnössé. Hatá. Ugyanaz a hatá, ami, amik, amit megbeszéltünk már többször is azzal kapcsolatban, hogy hogy eltéveszti a célt, hogy a toral maga a cél, és a bűn pedig az, aki eltéveszti azt a célt. Hatá. ez ugyanaz a bűn. A föld pedig rec amelyet javul te hatalmaságot ad neked örökségű. Szóval nem, a probléma az, amit csinálunk most, nem csak az, hogy az ember spirituálisan, az ember spirituálisan eltéved, hanem ennek van egy hatása a földre is. Tetszik, vagy semmi, nyilván nem úgy értékeljük, de az mindegy, hogy mi hogy értékeljük. A lényeg az, hogy Jahua előtt utálatosság. Ezt kellene mindenkinek az eszébe vésnie. Teljesen mindegy, hogy én mit mondok, vagy mit gondol ő erről az egészről. Leírta, hogy ez csak egy példa, de amit megnéztünk, eddig, ez mind-mind az ő szava, ez mind-mind így szól Yahua. Az első férje, aki elküldte őt, nem veheti vissza őt másodszor magához, hogy feleségével legyen, minek utána megfertőztetett, mert utálatoság ez jahó előtt. Teljesen mindegy, hogy mi mit gondolunk erről az egészről. Az, hogy, hogy, hogy funkcionál a társadalom, mi az, amit ők gondol, mi az, ami elfogadott, de ők is így csinálják, de mindenki így csinál, de ennek nincsen jelentősége. Megértettük, hogy mi az, amit ő elvár, ezen az úton szeretnénk járni, az ember újjászületik, onnantól kezdve, ami volt, elfelejtődik és járhat egy új úton. Ezek a dolgok vonatkoznak erre az útra. Mindenki felnevelheti így a gyerekét, meg segíthet a többi embernek, hogy ne essen ebbe a hibába. De az biztos, hogy bár ő megbocsát, az elmúlt dolgnak következménye van az ember életére. És nem véletlenül akarja azt, hogy egy, egy nő, egy férfinak legyen a idézőjelbetett segítő társa vagy a felesége. Egy nő, egy férfinak. A férfi, mint az kiderült, lehet több nőnek is a társa, neki rá nem vonatkozik ugyanaz a rendszer. Én nem azt mondom, hogy legyen, mert egyelőre a legtöbb férfi magát se tudja rendbeszedni. De lehet ne. Nem csak azért, mert a rendszer megengedi, hanem mert fizikálisan más felépítésű a férfi és a nő. És egy nőnek örülnie kellene annak, egy, egy normális gondolkodású nőnek, hogy, hogy ő egy ilyen kivételes szerepben van hogyha megérteni. Mint ahogy a férfi is örülnie kellene, hogy járhatja ezt az utat, és csak a másiákhoz tartozik. Csak huához tartozik. Ugyanúgy a férfi sem tartozhat több hatalmassághoz. Ugyanúgy a nő sem tartozhat több férfihoz. Kitalálta a házasság intézményét azért, hogy nekünk egy mintát mutasson arra, ahogyan, az, ahogyan a mennyben, úgy a földön is. Ezért találta ezt az egészet ki. Ugye, ugyanez a sztori előjön a brit házasában, ahogy mondtam, az a váló, ez Deberim 24, és akkor aki meg akar jegyezni, ez Máté 19, de van még másos. Ezt nem fogjuk teljes egészében megnézni, de ugye a farizeusok kísértvény mondják szabad, de az embernek az ő feleségét bármi oknál fogva elbocsátani, és ő pedig azt mondja, hogy nem olvastátok el, hogy a teremtő, ez a teremtő, ez egyébként poéó, aki teszt, cselekszik, vagy csinál kezdettől fogva férfival és asszonyát teremté őket, és ezt mondta, annak okáért elhagyja a férfi az atyát, anyját, ragaszkodik feleség is, lesz a kettő egy testé. És hogy többé nem kettő, hanem egy test, amit azért Jahua egybeszerkezett ember többé el ne választ. Szóval egyértelművé teszi azt, hogy a vállás nem volt benne ebbe a rendszerbe. Ő nem akarta, hogy vállás legyen. Megkérdezik, hogy miért rendelte Mosé, hogy vá vállólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt, visszautal, ide, valaki mm, adja a válló levelet a kezébe. Ez az, amiről beszél visszautal a 24-es fejezetre. Mondja nekik, most a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg nektek, hogy feleségeitek elbocsá, feleségeiteket elbocsássátok, ami érdekes az az, hogy a kezdettől fogva ez nem így volt. Ezt ő nem akarta, hogy így legyen. Ezt egyszerűen csak az emberek viselkedése volt az, ami, ami miatt meg kellett, hogy, hogy. nem meg kellett, hanem hogy ami miatt megengedte. Ezek után azonban ennél e, szigorúbb lesz a helyzet. Mondom pedig nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, hanem a parázasság miatt, és mást vesz el házasságtörő. Ez a házasságtörő, ez moj kao, házasság törés. Ez nem pornéa, mint paráznaság, hanem moj kao, mint házasság törés, vagy házasságtörővé lesz. Aki elbocsátottat veszel, az is házasságtörő, törő, moj Szóval, igazából, ha valakinek sikerül túllépni azon, hogy ó, oh, minek ez a sok szabályozás, milyen szigorú ez az egész, pontosan ez a lényeg. A házasság nem egy olyan dolog volt, mint ami ma, hogy, hogy, hogy igazából nincs, nincsen jelentőség, az ember nem nagyon gondolja ezt át. A házasságot ő úgy találta ki, hogy az a két ember együtt dolgozik azért, járja az utat, és együtt dolgozik azért, hogy a nehézséget megoldják, és együtt tudjanak működni hosszú távon. Nyilván jobban meg kellett gondolni ezt uh, ahhoz, mint, mint ma, de a másik az, hogy nyilván a kultúra is más volt. Bár hogyha ennyi szabályt kellett hoznia, és ennyi problémájuk volt, én nem hiszem, hogy az ember más volt akkor, mint, mint amilyen most. Úgy, biztos, hogy nem az volt, hogy, hogy Babilonban mindenki tetőtő tapipe volt fátyolozva, nem így kézzel, a, az egész rendszert. Úgyhogy a, a, helyzet akkor is ugyanaz volt, mint most. Most azt hiszük, hogy annyival rosszabb lett a világ, mint régen, mert annyival nagyobb a csábítás. Most csak egyszerűen eljutottunk oda, mint ahova eljutott Babilon, Asszíria, Egyiptom, Görögország, vagy Róma, Római birodalom, Görög birodon, Római birodalom mielőtt, mielőtt eltörölte őket a következővel. Hogy akkora lett már a káosz, meg az erkölcstelenség, hogy elviselhetetlen volt. Ugyanez volt a helyzet Izraelben. Ő úgy találta ezt ki, hogy a két ember együtt működik azért, hogy úgy éljenek, ahogyan ő azt akarja. És ha úgy élnek, akkor lesznek ők a világ tetején, és akkor lesznek ők a legjobb helyen. Csak ez... Ettől valahogy eltávolodtunk egy kicsit. És a kereszténység rengeteget segített abban, hogy ez így alakulja, hiszen azzal, hogy tudatlanul össze a mindent csinálnak, azzal gyakorlatilag hozzájárultak az egészhez, hiszen ha azok nem tudják, hogy mi a rendszer, akik úgy gondolják, hogy követik a megváltatot, akkor hogy, hogy, honnan tudná az, aki a, akit ők ott térítgetnek nagy lendülettel, hogy majd a jó hírtők terjesztik a világon, a fogalmuk sincs semmiről. Oké. Okay ugyanezt magyarázza el nekik, a, ez ugye Mark tízes fejezet, és megkérdezik ugye, hogy szabad a férjnek feleségét el, elbocsájtani, kísértvén őt, aztán elmagyarázza nekik is ugyanazt, amit tudniuk kellett volna. De mi az, amit mond, mit parancsolt nektek Mózes? Akkor, akkor H hogy gondolhatja azt valaki, hogy nem érvényesek a törvények, mikor azt kérdezi tőlük, hogy mit parancsolt nektek Mózes. Ja. És akkor erre az a válasz, hogy de a többit nem mondta. Hát még jó, hogy nem mondta, ha elmondta volna mindet újra, akkor itt, itt ülnénk, az át kell lapozni egy 2000 oldalas könyvet, mert újra elmondta volna az összes, akkor már egyszer elmondta. Meg azt is elmondta, hogy nem változik meg Malakiás 3-6-ban. Na mindegy. Szóval elmondja, hogy mit parancsolt Mózes, mi a lényeg, mennyire vissza meg, hogy mi van leírva, mert az lesz az, ami majd segíteni fog nektek. En telomai, megparancsol elrendel. Ugye ez a két, ez egy összetett szó, és így adja ki, hogy megparancsol, parancsol, meghagy. Ugye megengedte, hogy vállólevel írjunk és elváljunk. Ez, ez a helyzet, amit ők beszélnek, ugyanahhoz vezetett, mint ma. Ahogy Madonnának több férje volt, mint amennyi barátnőm van. Meg úgy általában. És Jahusa felelve mondta nekik, a ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsolatot. Nem azért, mert ő így akarta. A teremtés kezdete óta férfővel asszonyát teremté őket. Annak okáért elhagyja az ember az atyát, anyját, ragaszkodik a feleségéhez. Ez a ragaszkodik kifejezés, hozzáragaszt, vagy odaragad, vagy ragaszkodik. szóval az nem csak úgy van, hogy egy idei óráig, vagy amíg minden jó, hanem ez egy kapcsolat, amit a kettőnek ki kell dolgoznia. És lesz a ketten egy testé, azért többi nem kettő, hanem egy test. Annak okáért, amit Elohim egybe szerkesztett ember, el ne válassza. És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezték őt e dolog felől. És akkor utána elmagyarázza neki, ha pedig, hogy aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követel az ellen. Ha pedig a feleség elhagyja a férjét, mással egybe kell házasságtörést követel. Szintén. Nem jó. Szóval, összefoglalva. Nyilván mindenki érti, tudom, hogy érti azt, hogy miről van szó. Csak el akarom mondani még egyszer, hogy különösen különösen a, ha nők miatt. Egyáltalán nem azt mondom, hogy egyáltalán nem azt mondom, hogy hogy a nő egy alacsonyabb rendű életforma, vagy, vagy a férfinak úgy kellene viselkedni, mint a legtöbb férfi. Én csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy hogy van egy rendszer, amiben van egy rendszer, amiben mi funkcionálhatunk, és ezt a rendszert kitalálta a teremtő, és megadta nekünk hozzá az ő instrukcióit. Hogyha ha mi ezek szerint az instrukciók szerint élünk, és betartjuk azt, hogy szeres fel a barátot, mint te magadat, akkor egy egyszerű életünk lesz az emberekkel, hiszen. sőt, nem csak az emberekkel, hanem, hanem a párkapcsolaton belül is, hiszen ha mind a két fél úgy él, akkor. akkor mind a kettő arra fog törekedni, az ő funkcióját betöltse, és hogy szeresse azt az embert úgy, ahogy Jahua megmondta. Ha, ha betartjuk azt is, hogy szeresse a tehát hatalmaságú, teljes szívedből, teljes, legedből, teljes erődből, és ez ígék, melyeket ma parancsolok legyek a szívedben, akkor pedig őt szeretjük, akkor pedig kénytelenek vagyunk úgy élni, ahogy ő mondta. Így ez biztosítja mindkét fél számára a házasságon belül, a, azt a. Hát a biztonság a legjobb szó, de nem biztosítja a biztonságot. De így biztosítja magát a kapcsolatot, hiszen a nő biztonságban lehet, tudván, hogy a férfi betölti azt a funkciót, ami, ami rá vonatkozik, a férfi is tudja, hogy van, aki segíti őt ezen az úton. Mivel a világ eltávolodott, és nem tudtunk erről az egészről, így mindannyiunknak szembe kell néznünk azokkal a hivákkal, amelyeket elkövettünk. Egy nő ugyanúgy, mint ahogy egy férfi. Szerintem a nő valamilyen szempontból. ma nehezebb helyzetben van, hiszen a program jobban eltávolított talán ettől a funkciótól, mint, mint a férfit. A férfit el tulajdonképpen, de a nő valahogy csak eltávolodott. Hogy maga az agymosás és a program kifordította a nőt teljesen ebből a szerepkörből. Amúgy ezt elég, elég nyáron kimenni az utcára, és láthatja mindenki. Nehéz lenne különbséget tenni, hogyha valaki kimegy az utcára, nyáron, és azt mondja, hogy oké, okay, mutass rá nekem egy prostituált, egy pornosztára, meg egy átlagos nőre, akkor nehéz lenne különbséget tenni, hogy hogy, mi, hogy a három, vajon vagy, vagy honnan tudom meg. Mint hogyha azt mondom, hogy mutass meg egy rendőrt az utcán, mindenki tudja, hogy hogy néz ki a rendőr, meg úgy van felöltözve, azért, hogy lássák. Ugyanez a prostituáltra, a pornosztára, akkor ugye érthető, amit mondok? A nő teljes mértékben eltávolodott ettől. És én azt szeretném, hogyha megérteni mindenki, hogy Akármennyire is úgy tűnik, hogy. Akármennyire is úgy tűnik, hogy. Bármi, amit mond a világ, az minden rossz, az minden hibás. Minden, amit a tömeg csinál, az minden rossz, kivétel nélkül. Ami nem eszerint működik, ami ide le van írva, amit itt olvasott az ember, az minden rossz. Ez azért van kitalálva, hogy nekünk jó legyen. Nekünk nem kell egyet érteni ezzel, csak járni kell az utat, és majd ő később meg, megérteti velünk. És, és az is biztos, hogy ha az ember járja ezt az utat, akkor majd úgy fog alakulni, ahogyan az atya azt jónak látja. Ha valakinek az az útja, hogy találjon, akkor talál, ha nem, akkor nem. És hogyha visszaemlékszik mindenki arra, hogy miért, akkor... Akkor az az volt, hogy hogyan tudunk együttműködni egy közösségben. Egy közösség csak akkor működik, ha mindenki tudja és elfogadja az ő szerepét. És én úgy gondolom, hogy a nőnek nehezebb elfogadni a szerepét, hiszen a nő szerepe távolabb áll attól, amit jahóa elvár, mint amit a világ beleprogramozott. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy én időt szánok erre. Nem azt mondom, hogy a nők rosszabbak, én csak azt szeretném, hogyha ez a dolog úgy funkcionálna, ahogyan az atya azt akarja, és ha mindannyian tudnánk, hogy mi az, amit ő akar, és mindannyian azt is akarnánk, és azt is csinálnánk, mint, ami, ami azzal összeegyeztethető tegem teljesen mindegy, hogy mi az, amit ő akar, én csak meg akarom tudni, és úgy akarom csinálni. És azt szeretném, ha mindenki így gondolkozna erről. És ha mindenki így gondolkozik, akkor ez az egész tud funkcionálni gördülékenyen, mert akkor ő lesz az, az atya ő, aki vezeti az ő utasításai által. Ha viszont elkezd mindenki össze-vissza a világ szerint élni, meg részben, meg akkor, akkor nem fog működni. Úgyhogy ez volt ezzel a célom, és egyáltalán senki ne vegye magára. Úgy értve, hogy persze fájó, de én nem azt akartam, hogy most bárkit is, hogy most egy nő rossz, vagy, vagy akármi, nem erről van szó. Valahogy így a jövőre kitekintve, ez fontos, hogy mindenki megértse, hogy hogyan kell funkcionálnia és ez egy nagyszerű dolog lesz, hogyha ha idővel mindenki eljut odáig, és mindenki meg fogja látni, hogy hogyan működik ez a valóság. Mindenki arra kellene törekedni, hogy, hogy mennyire nagyszerű lenne az, hogyha egy csoport ember, ahol mindenki tudja, hogy hogyan kell viselkednie. mindenki úgy is viselkedik, és együtt dolgozik, és együtt járja ezt az utat. És az mutatna példát a világnak, hogy ezek az emberek úgy funkcionálnak, ahogyan azt a teremtő leírta. Úgyhogy ez a, az egésznek a célja. Így, így nézze mindenki, meg így gondolkozzon róla. Remélem hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat. Shalom és Halleluja!